Ez a Dentál Hírek, a dentál.hu külön kiadása. Íme e heti kiemelt híreink. Meghökkentő házi megoldás. Bejelentkezett egy 65 éves hölgy páciens a Semmelweis Egyetem orális diagnosztika tanszékére, aki hallgatói betegellátás keretein belül teljes alsó-felső lemezes fogpótlást szeretett volna készítetni. Az éles szemű vizsgáló már a beszélgetés során észrevette a kissé bizarr, harapási sablóra emlékeztető fogművet, a beteg fő panaszként az esztétikai hiányosságot jelölte meg. A szájvizsgálat során még a tapasztalt kollégák számára is meghökkentő, ijesztő kép tárult fel. A páciens elmondása szerint kiderült, mintegy 2 éve vált fogatlanná, tudomása szerint már egyetlen foga sincs. A talpra esett szomszédasszony fogászati 2 komponensű ragasztóból, valójában vélhetően háztartási boltban beszerezhető epoxid ragasztóból direkt eljárással egy felső patkó alakba redukált teljes lemezes fogpótlást készített, illetve alsó, mint egy epoxid fix, részen elhorgonyzott kombinált fogpótlást. A felső rész könnyen eltávolítható volt, míg az alsónak akadt egy fix része, bizonyítandó a direkt mintázási technológiát. A páciens tájékoztatták a kezelési tervről, melyben a radixok eltávolítása szerepelt, a gyógyulást követően pedig definitív fogpótlás készítése szerepelt, ez nem sokat segített. A páciens szemmel láthatóan zaklatott lett, és a következő időpontra már nem is jelentkezett, nem érték utol, eltűnt. A fenti eset nem csak bizarr és meghökkentő kissé, hanem tanulságos is. Bizony nem szabad elfelejteni, hogy nem kevés páciens számára a hagyományos fogpótlások is jelentős anyagi terhet jelentenek, még úgy is, ha tancélosan csak fogtechnikai díj ellenében készült volna a fogpótlás. Azért elgondolkodtató, hogy az orvoshoz, fogorvoshoz szinte soha el nem jutó lakossági csoportban milyen hasonló kezelési módszerek terjedhetnek. Napjainkra, hogy az orvostudomány is fejlődik, egyre inkább előtérbe kerülnek az idiopátiás és autoimmun betegségek. Ezeknél a betegségeknél csak a tüneteket látja a fogorvos, de a konkrét okát, hogy mi idézi elő, sajnos nem tudja. Ebből adódóan az esetek döntő részében csak tüneti kezelésben tudja részesíteni a pácienst. Férfi páciens a panaszt okozó alsó bölcsesség fogak eltávolításának céljából kereste fel a rendelőt, beszámolt arról, hogy több hónapja mindkét oldalon zsibbadást érzett az ajkánál, és szájzár is kialakult. Anamnézisében semmilyen krónikus betegség nem szerepelt. A CBCT felvételen 38 és 48 impaktált bölcsességfogak látszottak. A státusza miatt a bölcsességfogakat altatásban távolított el a szakorvos, a beavatkozás komplikációmentesen zajlott le. A páciens, amikor a varrat szedése érkezett, levertségről és erős sorokfájásról számolt be. Extra orális vizsgálatnál duzzadt nyaki nyirokcsomók voltak tapinthatóak. Intraorális vizsgálat során jobb oldalon a lágy szájpadon egy Sutton afta volt látható. Az aftát vagotil oldattal belcsetelték, megfelelő utasításokkal otthonába bocsátották. Kontrollra 1 héttel később került sor. Ekkor a páciensnek már jó volt a közérzete, torokfájása elmúlt. Az afták kialakulásának oka lehet többek között az immunrendszer gyengülése, a stressz, a vitaminhiány, valamint a különböző intraorális kezelések is. Ennél a betegnél a műtét miatti pszichés stressz, az altatás közben behelyezett intratracheális tubus, valamint a beavatkozás utáni gyulladásos folyamat is közrejátszhatott a Sutton afta kialakulásában. A páciens elégedettség doppingszere. Amikor páciens elégedettségről beszélünk, gyakran hangzik el az elköteleződés szó. Ha a páciens szeretnénk elkötelezni, akkor elérhetővé válik, hogy a bizalommal és együttműködéssel fog később a rendelő felé fordulni. Az elköteleződéshez vezető utat azonban nem mindig könnyű végigjárni. Létezik az angol nyelvben egy igen plasztikus kifejezés, a low hanging fruit. A könnyen, gyorsan, kevés erőfeszítés befektetésével elérhető eredményre alkalmazzák, hiszen a faágán alacsonyan csüngő almát mindössze egy könnyed mozdulattal el lehet érni. A kommunikáció nyitottságot sugal arra, hogy észrevehető legyen a fogak mögött az ember, és meghallgassák, neki személy szerint mi jelenti a legnagyobb problémát a fogaival kapcsolatban. Ha viszont még egy szinttel magasabb ügyfélélmény a cél, akkor a rendelő, a fogorvos járjon nyitott szemmel és füllel, vegye észre a könnyen elérhető gyümölcsöt, és ne menjen el mellette szó nélkül. Egy beszélgetés során óhatatlanul is elhangoznak olyan információk, melyek a páciens életére, személyére vonatkoznak, teljesen függetlenül a fogai állapotától. Például
Kutyasétáltatás közben elestem és lepattant egy darab a fogamból. Vagy hétfőn nem tudok jönni bölcsességfok húzásra, mert másnap vizsgázom. A páciens következő időpontja során a fogorvos valamilyen módon reflektál a korábban elhangzottakra, például így, és milyen kutyája van nekem, kamaszkoromban volt egy kis tacskóm. Vagy például, jól sikerült a vizsgája? A beteg számára ez azt sugallja, hogy emlékeznek rám. Fontos vagyok, nem csak egy árucikk, hanem partner. Ráadásul összesen annyi energiabefektetést igényel, hogy meg kell hallani egy érdekes részletet és megjegyezni, vagy esetleg felírni. Ezt az almát nem leszakítani bűn, hanem a fán hagyni. Az egészséges ételek fogyasztása bizonyítottan az egyik legjobb szájápolási módszer. A németországi Freiburg Egyetem kutatói felfedezték, hogy az alacsony szénhidráttartalmú és alacsony cukortartalmú étrendek, amelyek növelik a ketózis termelését, több mint 50%-kal csökkenthetik a fogkő felhalmozódásának, a lyukas fogak vagy az ínybetegségek kialakulásának az esélyét. A ketózis egy metabolikus állapot, ahol a szervezet zsírt éget el, és növeli a ketonoknak nevezett savak szintjét. A fokozott ketontermelés pozitív hatással van a száj egészségére is. A Betegség Megelőzési Központ legújabb megállapításai szerint minden második, 30 év feletti amerikai felnőtt közül egynek parodontális betegsége van. A periodontitis előfordulása felnőtteknél az Egyesült Államokban címet viselő tanulmány becslése szerint az amerikai felnőttek 47,2%-a enyhe vagy súlyos parodontitisben vagy ínygyulladásban szenved. Az alacsony szénhidrát tartalmú cukormentes étrend révén növelik a szervezet keton termelését, így pedig számos szájegészségügyi betegség minimalizálható. Egy finnországi tanulmány kimutatta, hogy napi egy vagy két cukorral édesített ital elfogyasztása 31%-kal fogja növelni a lyukas fogak kialakulását. Az alacsonyabb cukorbevitel továbbá minimálisra csökkenti az ínybetegségek kialakulásának kockázatát is. A szénhidrátok olyan baktériumokat eredményeznek, amelyek savat és lepedéket termelnek a szájban, ami demineralizációt okoz. Ez pedig lyukas fogakhoz és fogszúvasodáshoz vezet. A fokozott ketózis egyetlen mellékhatása a halitózis, amely könnyen előfordulhat bárkinél. Többen a ketó lehelletet fémes ízűnek írják le. A halitózis elküzdése érdekében egyszerűen növelni kell a napi vízfogyasztást, mivel a test vizeletürítéssel öblíti ki a szervezetből a rossz leheletet okozó baktériumokat. Összességében semmi sem fogja pótolni a napi fogmosást és fogsejmezést annak érdekében, hogy egészséges legyen a fog és az íny. De a ketózis mértékének szinten tartása kiemelten fontos a száj egészségének megőrzéséhez. Ha nem szeretne lemaradni friss híreinkről, iratkozzon fel most a csatornánkra! Ez a Dentál Hírek, a dentál.hu külön kiadása. Híreinket a dentál.hu címen olvashatja.